Csácsumi, csőtészt a csokoládés traktor kerékűdve csatornán kipréjelentkezik a következő videóval, gyerekek. Hát bazen már tényleg nem mellék, hanem a nyakadig ér a fűj, bazen. De most már tényleg kellene egy botos kasza, mert ő nagyon nagy bajok lesznek. Egyébként ma sorskártyahúzás lesz, és raktam be kettő sorskártyát, mert írtátok, hogy nagyon sok a negatív, ezért kompenzálandó kettő darab pozitív sorskártya is bekerült. Az egyik az, hogy kapunk 30 ezer segélyt az államtól az infláció miatt. A másik az, hogy az Axiál nyereményjáték sorsolásán nyertünk, és választhatunk 25 ezer értékbe bármilyen eszközt vagy gépet, bármit gyakorlatilag az Axiál, tehát a bolt kínálatából. Na, gyerekek, ugye sorskártya húzás van, lesz 15-kor, mármint 15. perc környékén, addig szerintem kellene minél több pénzt termelni. Nagyon aggódok egyébként, mert ugye nagyon sok negatív, nagyon durva negatív sorskártyák lesznek. Lehet, hogy még a földünket is elveszíthetjük. Komolyan mondom, én nem teljesen gondoltam végig, hogy mit is akarok, meg mit is várok ettől az egész sorozattól. Egyelőre minden esetre mindenképpen vágjuk ki a fákat, mert az ugye elég jól hozott pénzt. És ez szerintem érdemes lenne ezt erőltetnünk. Mindenképpen össze kellene annyit hozni, hogy a homlok rakodó legyen meg, mert akkor nem kellene kézbe pakolgatnunk a krumplit a földről a vödörbe, mert lehet, hogy nem csak nektek, hanem nekem is már kezd az idegeimre menni ez a dolog. Egyébként 4700-unk van, annyira nem állunk rosszul. Most igazából nem annyira akarom, hogy pörögjön az idő, úgyhogy így hagyom stagnálni. Minden esetre a sorskártya fogja eldönteni leginkább, hogy hogyan tovább a mai nap. Valaki írta egyébként, hogy lehetne azt, hogy mindig kiveszem azt a sorskártyát, amelyiket kiúztam már. De figyeljetek, ha belegondoltok, akkor igazából ugye van például egy olyan, hogy nyersz a lottón. És ahhoz kell húzni háromszor ugyanazt a sorskártyát. És ha belegondolsz, akkor előbb-utóbb az egy sorskártya kerül benne, és mivel 30 sorskártya van a 30. részben, mindenképpen meg fogjuk nyerni a 100 millió eurót. Érted? Hát érted? Ez így valahogy nem jó. Meg igazából akkor ugyanígy a negatív sorskártyák is bemaradnak, és előbb-utóbb a negatív sorskártyát is kihúzod 100% eséllyel. Szóval vágod? Igazából akkor ennyi erővel, ha mindig kivenném az aktuális sorskártyát, amit kihúzok, akkor az történne, hogy azt is csinálhatnánk, hogy sorba csináljuk meg a sorskártyákat, mert a végeredmény ugyanaz lesz. Vágod? Érted, mire gondolok? Jó ötletnek tűnik elsőre, de ha belegondolsz, akkor gyakorlatilag olyan, mintha végigmennénk rajta sorba, mert akkor igazából nem sorsot húzol, hanem így sorba mész az összesen. Remélem érthető, de tovább nem is magyarázom, mert szerintem ez nagyon is érthető. Úgyhogy emiatt így gondolkoztam ám rajt, hogy lehet, hogy nem lenne rossz, de bassza, hát akkor is az összes sorskártyát megcsináljuk sorba. Nem, mert ez pont az az értelme, hogy legyen szorrentse legyen. Ezen meg rajt maradt az ágacska. Jó van. Hát gyorsan ledaráljuk, nem semmi gond, gyerekek. Figyeljetek, ha nincs kihívás, akkor nincs sikerélmény, érted? Ha becsitelnek most 1 milliárd eurót, meg lenne, nem? Hogy mit tudom én, hogy olyan sorskártyát írnék magamnak, hogy csak jók, akkor könnyen meg lenne. De akkor kisebb a katarzis. Azt szokták mondani, minél nagyobb a dráma, annál nagyobb a katarzis. Ugye egy film is, nézzetek meg egy filmet. Mindig az van, nem az van, hogy egész végig happy-happy minden, hanem minden, még egy vígjátékban is vannak katartikus drávai pillanatok, amik ugye úgy váltódnak ki később, hogy át kell alakítanom vissza a pout kacsit. Ez hogy kell? Mindig elfelejtem. Ide kéne járnom közel. Mennyi? Mi van? Rúgja, bazere, hallod, nem tud járni vele. Megőrülsz. Na már így. És akkor ugye konfigurálás. És jó, mert ilyenkor már ugye nem kerül pénzbe, mert megvetted gyakorlatilag. Hopp, álljál le! Álljál le! Jaj! Oké. Ezt kiviszem innen, mert nem nagyon szereti, úgy látom a krumpli való tevékenységeket. Itt jó helyem. What the fuck? Állj meg! Túlfújtam a kerekeket! Állj már meg, more! Hát mit csinálsz? Nincs eszed, gyerek.
Hova rakjam az, ahol nem kezd el. Berakom az épületbe, az, aztán nem kezd el nyugtalankodni. Figyelj, elkapom lehet egyből a nyugodját. Te fiú! Ez valami, bebugolt. Na, állj meg! Jó. Úristen, gyerekek, túlfújtam a kerekeket, lehet, azt történt. A vödröket meg nem kéne elszalajtani, mert hogyha nem lesz homlokrakodó, akkor még itt szükségeltetik. Szükségeltetik lesz. Ezt vissza kell kapcsolni. Jó. Manual attachment mód legyen? Sok értelme nincs, nem mindig kiszállogatni a traktorból. Jó, értem én, nagyon realisztikus. De igazából kárna szállsz ki a traktorból minden fölkötésnél, minden lekötésnél. Ez még annyira nem fontos, mert olyan, nem olyan túl sokat kell kötögetni, mert nincs mit. Hát igazából az egy darab traktorunkra. A gyerekek, ha elveszítenénk a gépet, akkor lehet keepert is így elveszített, így eltűnök, akkor az van, hogy jóban keeper az így hogyékos lett. A mindenképpen csatornát törlöm, mert akkor valószínűleg a milliárd eurós kihívás az nem nagyon fog összejönni. Úgyhogy, ja. Hány van, annyi van, 7 van, nagyon félek a sorskártyától, komolyan mondom. Ez mi lesz, hogyha elcseszed? Mi lesz, hogyha valami szart húzunk? Remélem végre, gyerekek, imádkozzatok komolyan, hogy végre valami jót sikerüljön kihozni ebből a sorskártya bizniszből. Várjátok, nem tudom én feldobni, nem vagyok olyan ügyes. Egyébként elég jól sikerülnek ezek a dobások. De az durva, hogy ugye a fizika befolyásolja, tehát kisebb anyagot, azt jobban meg tudod küldeni, a nagyobb meg szinte nem is tudod eldobni, úgyhogy elég realisztikus a dolog, elég realisztikus. Das ist realisztikus. Das ist sportkocsira. Gyerekek, hallod, valamit nagyot kaszáljunk, legyen valami legyen. Tánc, legyen tánc. Meg univerzális buli. Vagy univerzális balhé, nem? Vagy mit mondott? Univerzális balhé, nem? Nem tudom, ismeritek a mémet. Csávót. Hát összetöröd az oldalát a potkocsinak, amúgy is el van rohadva már, de ez a... Én gyerekek. Na. Hát mindenképp sorskártya húzás lesz, aztán abból még változhatnak a dolgok, addig gyorsan dolgozunk. Ja, változhatnak a dolgok, hogy tudjuk ezt felépíteni. Hát ugye kihúzhatjuk ugyanazt a sorskártyát is, például ugye elveszítettük egy gépet. Az is megtörténhet. Na, magasabbra kéne dobnom. Még helikopterek is vannak a játékban. A modpack, bazza, mindig a modpackot elmondom. Amíg nem 100%-os, addig nincs modpack föltöltés, mert most, hogyha később szeretnék multit, egyébként, jó, most akkor elárulom, gondoltam olyan sorskártyára, hogyha megvan ugye a modpack rendesen, akkor fogok berakni egy olyan sorskártyát, hogy... Ezt nem igen fogja dobni, az jó nagy tuskó. Rakok be olyan sorskártyát például, hogy a következő részt azt nem single playerbe, hanem multiplayerbe kell játszanod. Tehát valami olyan, mit tudom, hoppa, ezt túl dobtam. Legyen mondjuk a sorskártya úgy elnevezve, hogy vendégmunkások érkeznek a faluba, és megint rád dobtad, ne hülye vagy! Na, vendégmunkások érkeznek a faluba, az állam kötelez, gyerekek, menekültek érkeznek a faluba, az állam kötelez, nem kötelez, legyen az, hú, bazzer, túl gondoltam, na így találjunk ki sorskártyákat együtt. Ukrán menekültek érkeznek a faluba, az állam fizet neked 30 000 eurót, hogyha foglalkoztatod őket. De mindenképp kell, jó? Az a lényeg, hogy nem választhatom azt, hogy nem. És ez úgy fog történni, hogy a következő részt, azt majd idejébe kell felvennem, úgyhogy multiplayerben nyitott szerveren, mint tudom, megszabva, hogy mondjuk azért ne 16-os szerver legyen, hogy itt rohangál mindenki, hanem mondjuk 3-as, hogy 2 darab vendégmunkás érkezik. És akkor ki fogom írni az alá a videó alá, ahol ezt kiúztuk, hogy mi lesz a szerver, mikor lesz a felvétel, a videó felvétele. És
Azt hittem, ilyen nehéz. És akkor ugye, aki akar, az be tud csatlakozni, meg aki szemfüles, meg gyors. És akkor tud segíteni mind vendégmunkás nekem. Én kiadom neki a feladatot. És akkor ő csinálja. Gyerekek, föl is szórtam, de ugye Zsó, nem, itt van még egy. Ez én olyan nehéz nem bírja. Úgyhogy egy ilyen sorskártyára minimum gondoltam. Hogy miért ne. És akkor tud, mit tudom, akármit adok neki, gyere vágja a fát, bármi. Megveszem neki a szerszámokat. Amit tudom én, láncfűrészt, vagy ilyesmi. Úgyhogy egy ilyen sorskártya feltétlenül be fog kerülni. De akkor, mint nem tudom, szerintem a 10. rész környékén már azért nagyjából, nem tudom, hányadik résznél vagyunk egyáltalán, 8. Akkor már ugye ez meg fog történni. Gyerekek, 11 van, lassan kártyahúzás lesz. Egy darab fánk van, úgyhogy utána már, nem tudom, az vesénket kell eladnunk, hogyha pénzt akarunk keresni. Jó. Nagyon jó. Nem is tudom, melyik játéknak láttam most a demóját, hogy mennyire, vagy nem demóját, hanem egy videót róla, hogy mennyit változik, és hogy mennyire sajnálom, hogy a Farming Simulator részek nem változnak. Ja, izének láttam az ilyen alfa tesztjét, az új Elder Scroll-nak, azt hiszem, valami videót róla, és a Skyrimhez képest is mennyire tök sokat változik, pedig szerintem az engine az kb. Ugyanazt, tudjátok, a Fallout 4 is ugyanazt az engine-t használta, mint a Skyrim. Meg már nem is tudom, már előtte is a nagyon sok Bethesda játék használta ugyanazt. Szóval, nagyon sajnálom, hogy a Farming Simulator részek viszont nem annyira markánsan fejlődnek. Jó, az új engine biztos magával hozza azt, hogy máshogy működnek már a mod. De nem, figyelj, az engine-en is lehetne szerintem annyit fejleszteni, hogy ne ilyen nagyon pitiáner dolgokat változtassanak. Gyerekek, annyira változtattak a Farming Simulator 22-be, tudjátok mit változtattak? Berakták azokat a modokat, amiket más moderek nem a fejlesztők, más moderek kitaláltak, megcsináltak. Ugye, ez a... Nem is tudom, inkább... inkább a Farming Simulator a 22-ben szinte... Nem mondom, hogy szánalmas, de annyira leegyszerűsített a termelési ránc. Már a Farming Simulator 15-ben, vagy nem is tudom, 17-ben volt a... Ugye, például Kaukázus, vagy több olyan map is, ahol ilyen nagyon bonyolult termelési ráncok már léteztek, és akkor a Farming Simulator 22-ben beraknak egy ilyen extrém leegyszerűsített termelési ráncot, meg a season módot. Ennyi volt a nagyon markáns különbség a 19-hez képest, mert a grafikát, ne arra úgyatok, lehet, hogy én vagyok valami vak, de én szinte nem is látok különbséget a 19 meg a 22 között. Egy-két ilyen, nem tudom, mint hogyha egy-két ilyen shader kapott volna, meg ilyen post-process effektet, amit ugye a post-process effect az ilyen úgy működik, hogy gyakorlatilag a már meglévő kép. Ja, igen, ilyenkor meg messze dobott. Jól van, köszönöm. Ilyen, ugye létrehozza az engine a grafikát, és akkor mint hogyha egy filtert húznál rá. Ugye fény effekteket, meg ilyeneket, érted? Tényleg, ja, az a jó szó, mint egy filtert kapna a játék. És kb. Ennyi különbség, amit gyakorlatilag a 19-es meg tud csinálni, van egy csomó ilyen opció, mármint letölthető, ami... Meg egy csomó játék, már a San Andreas-re is tudtál ilyen... Nem is tudom, mi volt annak a neve, MNB mód, amikor ilyen... Kapott ilyen filter-szerű grafikai effektet. És akkor ilyen nagyon ilyen árnyékos lett meg minden, gondoltam túldobtam. Jó. Mennyi van, gyerekek? 15 van, úristen, sorskártyahúzás. Nagyon para. Gyerekek. Nagyon nem tudom. Egyszerre mindig várom a sorskártyahúzást. Meg egyszerre mindig nagyon parázok az egésztől. Annyi... Ó, te fiú.
De fi. Nagyon para. Jó, van, hát muszáj. Úgyhogy várj, ezt még... Hoppá. Belerúgtam bazza, mint hogy felvettem. Ezt a kettőt még, ami ide van ragva, azt feldobom. Szó szerint. Hát, olyan lesz, mint a szénak az alba, de... Pótka csifa. Na jó, azt akkor menjünk sorskártyát húzni. Hát gyerekek, az MTZ-t azt el nem bukjuk. Ó, jó Istenem! Hogy a mentés, ahogy szoktuk. Hogy visszavonhatatlan legyen. Ez a mentés az mindenképp azért kell, hogy visszavonhatatlan legyen. Na! Adjál neki is annyi. Igen, közben feltöltődik majd. Oké. Okay. Na, összekeverjük, ugye bekerült 2 plusz. Ugye itt a 31-es, látjátok, itt az inflációban kapsz 30 ezer eurós segít. Még valahol van egy 32-es. Nyertél az Axel nyereményjátékon, válaszolsz valamit 25 ezer euró értékben. Na, ez a 2 került bele, nyomjuk. Rohadt életbe, gyerekek, megfogtuk az Isten lábát. Istenem, bazza, majdnem túlvert, hallod? Majdnem túlvert, nézzük meg. De hol áll? Látni, hogy hol áll? Ilyenkor, hol van? Ne, nem úgy áll, hol áll? Nem látom, vagy ilyenkor most mi van? Hol van ez a 30 ezer eurós? Nem vágom. Nem vágom, vagy ilyenkor megint összekeverte? Lehet, hogy összekeverte, miután végezte. Mindegy, bazeg! Az a lényeg, hogy... Barók vagyunk! 30 ezer euró, gyerekek! Ó, Istenem! Ó, Istenem! És akkor bejön hozzá is írom, ugye... 30... ...ezer... Ó, te fiú! Ó, te fiú! Ó, te fiú! Jó, jó, gyerekek, álljál le! Álljál le! Ó, Istenem. Jó, várjatok. Nem bírom ki. Ez most annyira kellett, hallod? Ez most annyira kellett. Nem tudom, komolyan mondom, hogyha megint valami szart húztunk volna, nem is tudom, hogy mit csináltam volna. Szerintem akkor nagyon szarba lettünk volna, gyerekek. És meg szerintem 2 ágat vágok egyszerre, jó, nem baj. Ezt már elviszem, és közben így megemészjük a történteket. És átgondoljuk, hogy mit vegyünk, gyerekek. 30 ezer euró, baza. Fie, 30 ezer euró, az nagyon jó ám, mert 30 ezer euróból sok mindent tudnánk venni. És 30 ezer euróból tényleg sok mindent tudunk venni, és ezt komolyan mondom, ne higgyétek, hogy nem. Azon agyalok, hogy mindenképp kéne egy homlokrakodó, somó mindenre kellene, ugye? Combine is nagyon jó lenne. Gyerekek, várjatok, 34 ezerünk van, meg még eladjuk a krumplit is. Jó, most egy kicsit okosan kell gondolkoznunk, mert ezt nem szabadna elkutya vegyélni, ezt a pénzt. Tudom, hogy piros festéket akartam az MTZ-re, de nem az lesz. Várjatok, ezt a fát is el kell vinnem, mert... Ó, te fiú. És ugye bennmarad ez a 30 ezer, és kiúszhatjuk akármikor, de ennél jobban... Gyerekek, megmondom őszintén, még soha nem örültem ennek, mármint nem tudom. Ez nagyon nagy szerencse, ez marha nagy szerencse, mert... Hogy tapsoltam, mint egy hülye kisgyerek, baza? Ezt nem bírja, de elbírja, jaj, de jó, elbírja. Ez nagyon nagy mázli, mert... megmondom őszintén, nem tudom, hogy mit csináltam volna. Mert nagyon-nagyon le vagyunk amortizálódva, és még úgy, hogy eladjuk a fát, még lehet, hogy úgy se lett volna meg a homlokrakodó, meg minden együtt, és akkor vörörrel marhattunk volna még két részen keresztül itt a krumplit. Jó, a szerencse mellénk állt, Ú, de hallott, tudod, hogy bazza meg láttam? Lehet, hogy egy kicsit megsüketültetek, mert ez jó volt. Lehet, hogy egy kicsit megsüketültetek, mert úgy tapsolt a keeper. Hát bazza, és akkor most őszintén, az a gond, na mi a szar? Az a gond, hogy ti már látjátok az index képet,
Mert de én még nem tudom egyáltalán, hogy milyen lesz egyáltalán. Mert tényleg, mert most tényleg egy ilyen kis időugrok szerint, mert ugye én ebben a pillanatban, amikor beszélek hozzátok, mert én nem tudom, hogy milyen indexképe lesz ennek a résznek. De annyira szívesen, boldogan lesz elspoilerezném, mert örülök neki, de ha elspoilerezem, akkor meg nem olyan nagy meglepetés. Érted olyan? Ez mindig ilyen, nekem, ilyen 22-es csapdája, hogy most elspoilerezzem, ott, jó, azt majd eligazítom fel, elspoilerezzem, hogy mi lett a sorskártyába, vagy ne. Érted, ez egy tényleg olyan nagyon fura. Megnézzük, hogy itt aszfaltos úton nem lehet elmenni oda. Egyébként mert olyan szar mindig, hogy a izébe megyünk. És nem dobtam át. Jó, hát nem dobtam át, most esetleg. Kicsit elrendezem, jó? Pillanat. Egy pillanat. Ez a portkocsit, ezt nagyon szeretem. Ezt nagyon szeretem, ezt a portkocsit. Ez baró jó. Jó, hát most meg azért sietek ábbit az őrült, mert el akarom verni a pénzt. Égeti a zsebem a zseton, gyerekek, égeti. Anyám szokta mindig mondani, hogy amikor valahonnan kaptam pénzt, és egyből azon gondolkodtam gyerekkoromban, hogy júj, mire költsem, milyen csokira, vagy milyen játékra, mi van gyerek, égeti a zsebedet a pénz? Ez mi? Ez a tuskó? És a hókát is fel lehet venni, beszarsz. Tudjátok mi a hóka, ez a, amit kivágsz belőle, hogy merre boruljon. Érdekes, kár, hogy nem lehet hókálni ebben a játékban. Egyébként még ízében sem lehet hókálni, nem tudom, múltkor, talán már egy éve is próbáltam ilyen Lumberjack szimulátor, vagy ilyen favágó szimulátor, és ott is ilyen tök egyszerűen mond meg volt, hogy avalgocs. Hát nagyon nem úgy van. Hát akkor már, hogyha egy olyan szimulátort csinálnak, hogy fát kell vágni, akkor legyen úgy, hogy a valóság kül, nem? És akkor, főleg egy favágásnál voltál már ki nerdőn, akkor tudod, hogy azért, hogy sem ott a fizikának ott kell lenni fejben, hogy hogy döntöd, érted? Meg kell nézni, hogy vágod a fát? Alász, megnézed, merre hallgat, azt szokták mondani, hogy merre hallgat a fa. Az azt jelenti, hogy merre fog dőlni. Nem biztos, hogy arra, merre több ága van, meg amerre dől, hanem tényleg ezt ki kell számolnod, hogy kb. Súly arányában, meg minden arányában, hogy fog ez az lenni. Jó, a gyerekek, funk az már nincsen. Ami nem olyan funk. Jó, nem megyünk, jó. Ezt eladjuk. Homlokrakodó mindenképp be fog ugrani. Mert az kell, meg a krumplit fel kéne kapnunk. Viszont a homlokrakodóval én már érzem, hogy bajok lesznek. Nem tudom, hogy melyikhez csatlakozik. Ezt úgy utálom, annyi fajta van, mint a sár. És na, ugye merre hallgat? Akkor honnan vágod meg? Akkor hogy fogatod meg? Mert ugye, ahogy vágod el, akkor tudod egy kicsit megfogatni egyik oldalt, hogy nem vágod át ott, és akkor ott ugye fogja a még megmaradó rész, amikor döntöd, akkor tudod csavartatni valamerre. Érted? Ezek nagyon fontos dolgok. Amikor utána kidöntöd, meg kell nézni, melyik ágon fekszik, hogy állsz neki ágazni. Hogyan minden egyes vágás alulról vágod-e, vagy fölülről, attól függő-e, hogy feszül-e az ág, vagy pedig lóg-e. Ugye ha lóg, akkor ugye fölülről vágod be, és akkor lefele fog hajlani, nem csipi be a fürészt. Hogyha rajd van azon az ágon, vagy úgy feszül, akkor alulról vágod be, mert alul illik szép. És úgy akkor nem csipi be. Úgyhogy ezeket rettenetesen nagyon fontos dolgok, és az egész favágás, faszedés, ez egy az amellett ugye, hogy fizikai munka, egy ilyen egész végig kombinálsz, hogy hogyan tudod megoldani, és a fizika dolgozik ellened. És akkor van egy ilyen Lumberjack szimulátor, így, elhattad, így, kész. Anyád mondom, hát arról szól a játék, az a neve, akkor már legyen már egy kis bedderem, legyen már benne egy kis szimuláció. Hát öcsém, akkor olyan, mint hogyha nem is tudom, miről csinálnék szimulátor játékot. Nem tudom, repülőszimulátorról, és akkor ott a repülőszimulátorban annyi lenne a szimuláció, hogy nyomom előre a gombot, akkor fölöpül az égbe a repülő. Nyomom előre a gombot végig, leszállok. Nem, egy csomó minden van. Ugye mondjuk a Fly Simulator Microsoft termékben is. Jó, gyerekek, azért nem fogunk olyan horribilis összeget kapni. Ennyit? 3500, de viszont már 38 ezerünk van, ez baró. Figyeljetek, megyünk vissza, és akkor
El kell mennünk a boltba, mert ugye a homlokcsatolót meg kell venni. Még a csatoló felület sincs rajtunk, az 1500-ba kerül, 6000 körül van a homlokcsatoló. És... meg kell venni a kanalat is. Úgyhogy ezeket mind meg kell vennünk. Jó, nincsen semmi gond. Ugye volt olyan MTZ, amin volt gyárilag homlokcsatoló. Azt láttam egyébként. Csak semmiképpen nem akartam azt, hogy egy ilyen fix homlokcsatoló, meg egy ilyen egész darul van. Mert tényleg van egy olyan, ugye, ami hátul van, az egy ilyen KCR-szerű, vagy egy ilyen kanálszerű rakodó, vagy ilyen daru-szerű. Elől meg ugye van gyárilag fölépítménye, homlokrakodó. De azért nem akartam olyat, mert akkor meg így mindig itt előttünk lenne volna. Ez meg akkor egy ilyen szuper univerzális gép lesz, ha akarom, akkor homlokrakodózok vele, ha akarok, traktorozok vele. És akkor nincs az, hogy itt rajtunk van egy ilyen barom nagy szürkőzet. Gyerekek, most lettünk igazán ricsek. Nem néztem meg az IC-t ennek a traktornak, hogy arra se vegyen meg, elfelejtettem. És én azon filózok, az a baj kombájn meg vetőgépet, hogy kombájn meg vetőgép is nagyon jó lenne, mert ez a krumpli ez elég uncsi, nem? És akkor igazából a krumpli ültetőt el is tudnám adni. Ugye? Krumpli ültetőt, krumpli pörgetőt el tudnám adni. Várjátok, de akkor gondoljuk végig, szerintem. Ja, kombájn kellene, gyerekek. Ha mégiscsak könnyebb megtermelni, nem? Csak mondjuk azt, hogy kapálom. Dik, akkor permetező is kell. Jó, azért látod? Szokták volt mondani, hogy itt meg ideje van. Tömegkaramból, nem baj, előzöm szépen. Nem véletlenül hozom a pótkocsit, mielőtt kérdeznétek. Ez masszív volt ez a tábla. Mit akartam? Nem véletlenül hozom a pótkocsit, mert... hogyha veszünk valami, nem tudom, valami vető... Ja, nem tudom felrakni őket, nem? Akkor hülyeség volt elhozni a pótkocsit. Na mindegy, tök mindegy, hogy húzom vagy nem húzom, úgyis 36-tal megy. Ja, nem véletlenül szokták mondani, amit birtokolsz, az birtokol, ugye? Minél több dolgod van, az gyakorlatilag az a törődni kell. Mondjuk már ugye, hogyha, mit tudom én, van valami több földünk, akkor azzal kell foglalkozni, úgyhogy gyakorlatilag az birtokol is téged. Úgyhogy, hogyha akarunk valamit, akkor minél több dolgra kell figyelnünk. Most jó megaszontam, na mindegy. Ezt a zsákot legalább beviszik onnan. Na, megjöttünk a boltba. Oké, okay, figyeljetek. Ja, igen, hitelt nem lehet felvenni. Nem is nyúltam hozzá természetesen. Jó, akkor... téma van. Hát kellene egy homlokrakodó fölcsatoltató dolog. Figyelj, azt jegyezzük meg, gyerekek, majd mennyi pénzünk van, mert hogyha véletlenül elcsatolunk valamit, mert nem tudom melyik homlokrakodó, meg hogyan, meg minden itt adni kell, venni kell, akkor ne az legyen, hogy abból bukunk pénzt, oké? Okay? Úgyhogy... hogyha többször kell megvennem, mert hülyeséget vesz a keeper, akkor ne az legyen, hogy, mert azt hiszem, hogy nem ugyanannyi veszik vissza egyből instant. Csak ne az legyen, hogy itt elcsesszük. Bár lehet, hogy akkor ki kellene bérelni, és akkor megnézni, hogy megnézni mennyi, hogy fölmegy rá, és akkor utána meg... csak addig kibérelni, nem az, hogy bérelni akarok bármit, és nehogy azt higgyétek, hanem csak addig kipróbálni. Na, akkor ide. Ezt meg tudtam volna otthon is mondjuk. Equipment selection, ez az? Mindig beizélek ebbe. Front hitch color. Tök jó még a vagy front hitch. Még első csatolót is lehet elvileg, ugye? Ez mi? Ja, súly. Nem kell súly egyébként. Extra line, motorbeállítás, front loader, igen. Jó, akkor ez 1500-ba került. Ez mindenképp kell, jó? Lett egy szép frontloaderünk, és akkor várjál. Akkor ennek a traktornak a neve egész pontosan meg kellene nézni, garázs. Ez a A243, Belarus MTZ, A, nem tudom, A, ez 243. Így kellene, figyeljetek, nyomok egy mentést, nehogy belekeveredjünk. A243, egy ilyen homlokrakozót kellene vennünk, ami erre csatlakozik, ez a nem egyszerű ám, mert itt aztán van annyi, mint a sár. Mert itt kellene írni, hogy mire csatlakozik, de nem nagyon írja. De figyeljétek, ha belegondolsz, ez tök olyan, nem?
Csak az a baj, van itt is egy ilyen. Berobom 0-8. És ez ugyanaz, nem? A homlokrakok, semmi más. Érted? Van 0-8 long. 7000-be kerül. Én nem hiszem, hogy kell long, nem? Long, sima. Ez lesz rá szerintem mindenképp. Figyelj, azt hiszem, itt hátrébb is lesz. Itt is van bazze, long. És lehet, hogy ugyanaz, nem tudom, lehet, hogy két mobpakból került bele. Ez viszont itt van, hogy melyik ez, jó? Jó, hát akkor tuti, hogy az, ugye? A long azt gondolom az, hogy hosszabb valószínűleg. Jó, és ez a Barnaul 08. Megveszem, már csak jó. Barnaul 08. És akkor ehhez kellene egy univerzális kadárdekög. Szerintem ez jó lesz. És még maradt 30 ezrünk, meg kell menni az univerzális nagy kanalat, vagy valami nagy kanalat. Ezt remélem, hogy ez... Remélem, hogy ez jó lesz. Mert szerintem csak jó lesz, nem? Megnyertük a tutit. Ó, de jó, gyerekek. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Majd leállítjuk, és akkor ez a barna 08, ez kell nekem egy kanál. Barnaul, ez lehet az. Várja, 700 literes. Ez is Barnaul 08, ott van, ott írja is, hogy Barnaul 08, de ennél írja? Igen, 08, jó, az 700 literes. Ez 500 literes, az kisebb, ez ilyen szűk lehet. Ez 850 literes. Más különbség nagyon nincs köztük. Azon gondolkodok, lehet, hogy a nagy kanálhoz izé kell. Lehet, hogy ahhoz már súly kell hátra, úgyhogy azon filózok, hogy lehet, hogy egy kisebb, 500 liter. Figyelj, egy 700 litereset beszélünk, nem? Megyünk egy 850-eset, ezen. A 400-ból lehet, hogy még tudunk valamit venni. 500-850, megyünk egy középsőt. Megyünk egy középsőt, jó? Valami cím piros, jó lesz. Hopsz, várjál, nem, valamit, mit lehet állítani? Ez ilyen merevítő? Semmit nem módosít. Csak ilyen merevítőt rak be, nem kell. Bízzunk be, hogy jót vettünk. Egyébként érdekesen csatlakozik, nézd már meg. Kicsit ilyen fura. De jó van. Elég bagos. Jó, viszont jól vettünk. Jól le lehet vele dönteni? Jó. Ja, elég érdekesen néz ki, nézd már. Nem volt ebben valami más? Nem más traktorhoz kellett? Nézzük ezeket a Barnaul, vagy mi a faszomokat. Barnaul. Ugyanúgy néz ki, mind azt nagyon van. Na, mint minden egy így kinézetre tök úgy néz ki. Ugyanott van ez a... Rud része, érdekes. Ennek a Rudnak szerintem nem oda kéne csatlakozni, de az várjál. Próbáljuk meg lecsatlakoztatni meg föl. Érdekes. Na jó, oké, mindegy, megvan a traktorunk, gondolkozunk, hogy még mit kellene. Vagyis megvan a homlokrakodó. Ez zavar, ez a kettő rúd, ez gyárilag itt kell lennie, szerintem baromira nem itt kell lennie. De a felső rúdaknak, ennek szerintem oda kéne csatlakoznia ide alulra, tudod. Úgyhogy ez elég fura. Zavaró, hogy nem jó. Na van 29 ezrünk, gyerekek, ezt még át kell néznünk akkor.
Ugye kombájnokról beszéltünk, betakarító. Viszont vetőgép is kellene akkor. Akkor kellene nekem vetőgép. Kombány, azt kellene megnézni először a kombányt, mert az a legdrágább. Betakarító eszközök. Ugye az minimum. Minimum. Ja, hát nem, azt nem akarom mondani, bocsánat, kérek. 16.500, ugye? Ez mondjuk nem rossz. 16.500-ért. Ennek a vágó szerkezete... 16.500. Biztosan egy ilyen nagyon csúfos. Ez lesz az. Akkor 7.400. Az már 24.000. Mennyibe kerül egy vetőgép? Mennyibe kerül egy vetőgép? Azt abból így meg fogjuk látni, hogy mégis hol van. Hol vagyunk. Még van kb. 6000-ünk akkor ezek szerint. Vannak itt, jó van, vannak itt nagyon olcsó vetőgépek. Ó, oda nézzé, ez mekkora, milyen széles? 60 lóerő kell hozzá, 3,6 széles, ez 2 méter széles. Ez jó is lenne. Az jó is lenne nekünk, gyerekek. Ja. Hogy van ez a... Bizony, ez nem tetszik. Jó, ez már kijönne. Oké. Akkor ez van, gyerekek. Akkor kombány, vágóasztal, vetőgép, és akkor végre tudok más csinálni. De... Ezt mindenképp haza kéne vinni. Ó, maradt fönn fa! Hogy a rohadt életbe? Nem néztem meg. De észrevettétek? Nem. Ja, ez érdekesen néz ki ez a cucc, de hát ezt mit csinálják vele, nem? Nem pont illeszkedik. Nem, hülyén néz ki. Ez lehet, hogy a nagy kabinoshoz volt, vagy nem tudom. Na mindegy gyerekek. Ez végre föl tudjuk menni a krumplit, az egy jó dolog. Meg amúgy mindig kell univerzális kanál, az egy jó dolog, hogyha van. Meg van homlokrakodónk, az egy telephelyen az feltétlenül elengedhetetlen. Annyit kell csinálni, hogy akkor a kombány meg vetőgép kell. A vetőgép, lerakjuk a pótkocsit, meg a kombány kell, azt ha elhozzuk, és hozzuk a vetőgépet. És azon gondolkozok, ja, mindenképp meg akarom venni a kombányt, mert különben elkótyavetyéjük, meg hogyha véletlen kihúzunk egy olyan sorskártyát, hogy elbukunk egy gépet, akkor ne az egyetlen nem tézünk veszem. Jó van gyerekek, pótkocsi leakaszt, valami olyan helyre, ahol majd föl tudom merni a krumplit oda. Megveszünk mindent, az előbb említett tokból, kifolyólag. Úgy, megnézzük, hogy itt nincs semmi, ugye? Oké. Oké, gyerekek. Figyelj, ezt ide lerakom. Minek cipeljük. Na ezért akartam, hogy csatlakoztatható legyen a homlokrakodó, ne fix. Oké, el kell mennünk a vetőgépért. Meg a kombájnért. Várjál, szóval hozzuk el a kombányt. Ó, gyerekek, bejövül a gazdaság. Bővül a gazdaság. Lehet, hogy az index képre a kombányt fogom kirakni, azt nézzetek, hogy ó, mi a szar, hát hülye ez, honnan szeretett kombány. A krumplis cuccokat meg el tudnám adni. Úgyhogy a krumplis cuccokat el kéne vinnem. Az ültetőt, meg a másikat. Amikor megyünk a vetőgépért, akkor eladjuk, mert nem tudom, hogy most akarok én a krumplit. Mondjuk a krumplizás az meg marha egyszerű. De hát, hogyha van ez vetőgépem, akkor lesz egyszerűbb is lesz. Krumplit fel kell szedni! Nem jó. Nem jó nekünk az. Jó, legyen kombány, nézzük a kombányokat. Fúhú, betakarítógépek, az valami nagyon ócsva rám. De egyébként azt tetszik, van egy ilyen cabrio klassz. Ugye erre lehet venni ilyen gyűjtőt, ugye, ami össze tudja gyűjteni. Különböző dolgokat halkasz, meg ez lehet venni ízét is, adaptált kaszálót, meg mindenféle csószú dolgot. Úgyhogy ez annyira nem szarám ez a kombány. Ja. Oké, ezt megvesszük, és akkor veszünk hozzá egy arató szerkezetet, amely természetesen a hozzávalót. Hú, majd a klassz megállkozók adni fogják. Ugye ehhez van napraforgó, van ilyen. Akkor rosszul emlékeztem, hogy ezt kaszálni is tud. Hát, hogy igen.
Jó, nekünk ez kell, ugye? Ez érdekes, ez napraforgót tud, ez meg napraforgót is tud, meg kuk nehogy meg kukoricát is tud. Ez valami nagyon bagos, hogy mi? Hát, higgyünk neki. 6 méteres. Jó, figyelj, levegyek a traktorral, elvisszük a pörgetőt, meg utána el fogom vinni még a krumpliültetőt is. Mert. Ja, és miért úgy viszem el? Azért, mert úgy több pénzt kapunk érte természetesen. Ezeket elviszem, nem akarok krumplizni. Nem akarok krumplizni, a krumplizásból elég volt. Hogyha komolyabb gépeink vannak, akkor krumplizunk, de így nem. Így nem. Így nincs értelme, mert úgy kell fölszedni a földről. Ugye, hogyha lesz olyan krumpli betakarítógép, ami fölhordja, az tök jó. Élem, minden szuper, de így nem. Így nem. Beindul a gazdaság. Következő lépés, most megnézzük, mennyi pénzünk marad, és ahhoz fogunk gyűjteni, megnézzük a krumpliből mennyi pénzünk marad, és ahhoz fogunk gyűjteni, hogy egy földet tudjunk még venni. Az is nagyon fontos, akármilyen kicsi földünk is, földet is veszünk, mert van olyan sorskártya, hogy elbukunk földet. Nem lenne jó, ha egyetlen földünket elbuknánk, mert az is benne van a pakliba. Úgyhogy nem akarok így alá költözni ennyi cuccal már. Gyerekek, jobb vagyunk. Várjál, ezt meg kéne adni. Lenz. Gondolom Lenznek ejtik, nem azt a cuccot. Remélem el lehet itt adni, nem tudom melyiket nem lehetett, valamit nem lehetett eladni itt. Mint a béka. Gyorsan kiugrunk. El lehet adni, jó. De itt hol írja az árát, apám? 221. Jó van. Aki a kicsit nem becsül, nagyot nem érdekelni. Jó, hát ezt a traktorra vissza kell majd mennünk, de most a kombányt elvisszük. Ó, gyerekek, hát ez csoda. Ugye, azt hiszem, hogyha nincs rajtad a szar, akkor nincs ide. Nincs rendez, nem tud gyűjteni. Szétszórja mindenképp a szalmát ez. Szóval annyi probléma az lesz vele. Ó, de hát ez jó. Szépen ki is van dolgozva. Elsőre úgy néz ki, hogy nem csúnyán van kidolgozva. Tök jó. Ó, hát ez teljesen jó, gyerekek. Teljesen jó. Hú, füstöl mind az állat, ahogy kell. Nagyon jó. Kiférünk egyáltalán? Tök jó, tetején szépen nyílik, ahogy kell. Ez egy gyönyörű. Látni a izéket, rázatókat hátuljába. Azokat a szemet, ami ugye rostálja. Rostáknak nevezik talán? Nem tudom már pontosan. Jó, megyünk haza. Hát nem lesz egyszerű, talán nem lesz nagy forgalom. Jó, van kombájnunk, gyerekek. Hát a tükör az nem van jó van beállítva, az izét látunk benne. Valami nem jót. Egyébként itt mindig megakad. Mármint nem mindig, de néha. Csak ne jöjjön semmi bazza, akkor nagyon félre kell látnom. De hát ez is valóság, azért is hagytam benne a forgalmat. Igaz, hogy buták mind az állat. De hát a valóságban is. Jaj, jön egy piros autó. Merre? Jaj, ne erre, ne erre, ne erre. Jó, egyenesen megy tovább, oké. Minden, jussunk ki, mert jobb oldalt kerítés, bal oldalt izé. Patak, nem kéne patakba húzongálni a járműveket kifelé. Ott az üzemanyag, igaz, nullát mutat. Minden nullát mutat, töltési jelző, visszőfog, minden nullát mutat. Jó, csak férjünk el itt is, ne jöjjön semmi most. Hogy belekeveredünk, mint cigány gyerek a huzantrógerbe. Hop, 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 jó, jön valami. Most szándékosan lejöttem ide. Oké, no probléma, gyerekek. Úgy gyerekek, milyen nagy dzsúva itt mellettem? Valahogy, akkora, úgy néz ki az a telep, már mint a putré. Mondani, mi a? Ez az én, ja, nem, ez nem az én területem. Nem nagyon csúfos. Jó, gyerekek, figyeljetek, ezzel nem tudom, hova állok egyáltalán. Az ilyen tipikus beállás lesz, tudod, az ilyen kicsi gazdaságok betolata fa alá. Ó, van kombányunk, öcsém, ne szórakozzál!
Így, itt jó lesz. Nagyon adja, nagyon adja. Letettük, szépen. Megállítjuk. És kiszállás. Hát igen, olyan, hogy az annyira tipikus nem, amikor benne áll az ilyen izé, mindig az ilyen rozsdás vasak benne állnak a izébe. A... nem tudom, hogy nagyon adja. Tök jó, jó. Bocs. Bocs, hogy hülye vagyok, de én ezt imádom. Na figyeljetek, kellene egy vetőgép, ugye? Na figyeljetek, adjátok egy vetőgépet, tesómon. Az nekem nagyon be is jött. Itt volt 2500. Érdekes, hogy szerintem pont ugyanaz. És ez 7000-be kell. Jó van, mindegy, ez jó ez. Jó peras lesz, oké. Okay. Hát mit lehet még? Kerékbeállítás. Ez lehet, hogy... Nem szóval kezdeni. De ne, nem kell. Feliratok. Legyenek ilyen rúgsz kifeliratok, hogyne. Ingyen van. Árut a módba veheted át. Ó, ez jó lesz. Ez betőgépünk van itt, vagy mi az? Vagy bető, vagy magunk van itt, vagy trágyák. Ja, ez nem olyan, hogy úgy lehet mondhatni, hogy is, hogy... Megvan a vetőgép, gyerekek. És maradt még 3351-ünk. Permetezőre is szükségünk van, ha csak nem akarunk nagyon-nagyon szívni. Tehát nem akarunk állandó kapálni. Kapát eladjuk a francba, vagy. Ja, kell permetező. És akkor igazából megvan mindenünk, ugye? Na, mit rágya szórom? Kell egy permetező, mindenképp, és mondhatni, akkor meg vagyunk gyerekek. Jó, mert a homloklakodóra veszünk villát, azt ott hagyjuk mindig majd a... nem mondjuk ott. Akkor azt azzal tudunk izélni is. Nagy zsákozni. Vagyis raklapos árut, bármit tudunk akkor azzal már cipelni. Jó, gyerekek, ez valószínű, ez is megy be a susnyásba egyelőre. Ezt is ide beállítjuk a fal... Hát ez annyira tipik. Amúgy ez nagyon tipik. Ki vagyunk teljesen ide kerázva, nem gyerekek? Ennyi cuccval. Ide faláj. Tuskó, tuskót hozzatok, rakjuk bele. Nincs tuskó. Jó van gyerekek, akkor... Következő a permetező. Nézzük meg a permetező. Növényvédelem, milyen opciók vannak, de mindenképp majd modot retek. 12 méter, és ez jó kinyílik, öcsém. És ja, ez izéhez való. Szerintem ifához vagy valamihez. Van egy ilyenünk. 15 méteres. Ja, mennyibe kerülnek? Mondjuk azt is eltudom nézni, nem? Pilmet. 400 literes. Ez 600 literes. Folyadékot szállíthatnak. De ez elvileg tud akkor... mi az? Folyékony... Ja, ebben még tejet is lehet, ez csak simán tartály. Jó, nem tudom melyiket vegyem, gondolom agromechanika legolcsóbbat, nem? De ez mi az, hogy a C355-re csatlakozik? Nem, hogy valami szor vegyünk, more? Ez az ifára, aha, ifára csatlakozik. Ezt érdemes figyelni, gyerekek. Ez mondjuk bármire? Na, hát akkor vegyünk egy ilyen 2000 literes dikk. Ez csak jó lesz nekem, nem? Jó lesz a gyerekek. Oké. Okay. Ugye megvan, vannak olyanok, amik bizonyos eszközökre csatlakoznak természetesen. Okay. Várj, el kéne vinni a krumpli ütetőt, mert nem akarok krumplit ütetni. Hát nem sok pénzünk marad, mert a krumpli ütető szerintem egy nagy összeg lesz. Jó, ízét is kell vennem, oppa, oppa, álljál le. Figyelj, van egy ötletem, hogy mi az, amit kellene venni. A három pontos első csatolótól elfér az MTZ-nek a izé, a homlokrakadója. Mert...
Lenne 3 pontos első csatoló, akkor tudnék elől is szerelvényt felakasztani. Ami az néha hasznos, mit tudom én, és mire gondolok. Például... Nem tudom, a permetezőt lehet-e például előre. Miért ne lehetne 3 pontos, nem? De mondjuk minek? Jó, oké, nem, 3 pontos első csatoló nem kell. El kell hozni a permetezőt, meg kéne egyébként egy kulti. Kulti váltal utána most belegondolva. És akkor mondhatni, hogy megvan minden, a vetésforgóhoz tudjuk csinálni, akkor következőben már csak földet kellene venni. De földet nagyon-nagyon jó lenne venni. Hát ez ilyen vásárlós rész, gyerekek. Krumpli ütető, krumplival együtt adjuk el, bazen, feláras. Szerintem lehet még, nincs benne krumpli. De van benne 34. 34 szem krumpli benne van, gyerekek. És ezt is azért be... Azt... Lehet, hogy ezt nem tudtam eladni, így. Nem tudom. Ja, itt az értéke. Mit bazza nem látom én ezt? Jó. 4000. Akkor... Permetező megvan. Izé kellene. Egy kultivátor, hogy ne kelljen mindig szántanom, mert ugye az időszakos szántás az nem mindig kell természetesen. Na nézzük. Gyerekek, úgy várhatom az MTZ-re, csak föcsög. Nézzük már meg ezt, mennyire nyílik ki. Ó, te Jézus Mária! Azért ez adja. Ez jóféle, ez tetszik. Súly az nem kell nekünk? Nem hiszem. Van 4000, nem tudunk-e valami kultivátort venni, gyerekek? Nehéz boronák között, ja, ezek üzéken nem moroltak. Talajlazítók között mi vannak? 900-ba kerül ez a kulti. Ilyen nem volt, nem? Van amit még talajlazítóban már nincs. Nincs? Talajlazítót nem sokat raktam be. Gyomlálók. Ja, az most akkor hál' Isten nem kell. Tárcsás bononák között nincs. Nem, nincs. Azt hiszem, nincs véletlenül benne valami még, de... Kaszálógépeknél mi van? A botos kaszát nem raktam be. Balázs a technológia. Úgy gyerekek, odalébb ilyen balóvodok, hogy csak te Jézus Isten. Na. Oké, azt nézem, nincsen valami, amire még szükségük lenne. Talán hátra jobban észre összem, de szerintem nem. Jó, akkor azt az egy kultit azt megveszünk, mert azért kellene. Ugye, hol vagyunk, talajlazító? Nem. Gyerekek, hogy össze-vissza van itt minden? Oké. Okay. Lehet rá ilyen szart venni, nem kell rá. Oké. Okay. És akkor maradt 3000-ről, de viszont... Jó, azért majd visszajövök most. Biztos kell jönni amúgy is magér vagy valami. Gyerekek, előzzünk az MTZ-be, ne vicceljél! Nem létező híveket használ. Bevágunk elé. Mondanak a tükrök? Ja, nem kértem tükröket, ezt külön lehetett volna megvenni. Nincsenek tükrök a verdán. Jó, édes Isten. Jók vagyunk. Jó, ezt beviszem a telephelyre, úgymond. Most azért lehet, hogy ugye a krumpli pörgető, meg a krumpli ütető elveszett, nem is bánom. Egyébként az a krumplizás az jó az elején, de a meghoz, halál. Az összes fát kivágtam, nem kis pályázik a creeper. Ez tényleg egy darab forem maradt, semmi. Jó, ezt lerakjuk valahol a permetezőnket, most lett helyből, berakjuk ide. Egyébként egy szelvestor ágyaszóróval is kiegyeztem volna. De hát jó, ne legyünk tehetetlenek. Jó, hát ezt jó oda tettem. Na, nézzük meg a krumplit fölszedni, ugye abból még lesz pénzünk. És akkor utána föl kéne...
fel kéne kultizni, és akkor el kéne ültetni, vagy el kéne vetni. És ma végre valami normális cuccot. Na gyerekek. Nem tudom, hol kezdjük meg. Ja, jaj, le kellene venni ezt a szart, mert ez lehet, hogy ma... Hát, bele tudom borítani, jó, akkor nem kell levenni. Oké, hát figyelj, kezdjük meg valahol, nem? Elvileg ezzel föl tudom vakarni. Te bazze! Ez nem megy lejjebb, ember. Eskü! Nem megy lejjebb, és az a baj, akkor meg ma előre döntöm. Akkor kifele. Jó, talán azért föl tudom. De eléggé elcsiszett. Elég elcsiszett ez a... Nem tudom lejjebb engedni, bassz. Lehet, hogy a longot kellett volna megvenni ebből a valamiből. Ó, fa! Ne őrítsél meg! Le kell szórnom azt a fát. Hát nem burítom rá idejére. Jó van, azt majd elvisszük, vagy valami lesz vele. Hallod? Hát miért maradt fönn ez a fa? Jó lesz gyújtósnak. Ó, majd egyszer... Várj, ide... Itt a vödör is-e. Ide rakom a fa alá-e. Ha majd egyszer összeszedem. Ezt elviszem, hogy arra járok, de hát... Soha nem vigyem el. Itt jó lesz. Majd begyújtani jó lesz, bográcsozni, vagy akármi csinál a gyerekek. Bográcsozok majd már. Meg itt ezt ki kéne önteni ezeket a izéket. Krumplikat ott oda, ahol sok van. Úgy. Egyébként egy tolólappal össze tudtam volna tolni. Azért is gondoltam ám a... az elejére tudnék-e rakni valamit, mert akkor tolóval össze lehetett volna egy helyet tolni ezt a sok krumplit. Ez igaz, hogy nem a legreálisabb dolog, de szükségtörvénygond. A vödröket ide rakom a kút mellé. Még jó jöhet. Na srácok. Na mi van? Jó, ezzel magasító föl van, akkor nem. Oh, jaj, de jó. Komolyan mondom, hát de kipere a Szibria most eléggé rendesen. Jó, hát nem panaszkodom. Leveszem a magasítót, lehet, hogy ez nem szereti, hogyha az a magasító föl van. Lehet, hogy akkor inkább nem nagyon akar. Gyerekek, nehogy megőrüljön. Nézzük. De igazából csak kapacitás nevel, úgyhogy nem nagyon értem, de... Egyetlenem. Beszereltük a magas ütőt. Hoppá. Na. Nem szívunk be. Jó, így már jó. Nem tudom, miért nem szerette a magas ütővel. Jó, a gyerekek amúgy nem olyan rosszabb. Csak az a baj, hogy se esküszöm, hogy ezt nem tudom lejjebb engedni. Ennyi a max. És emiatt elég nehézkes fölszedni a krumplit. Á. Mert ugye már kifele borítja, hogyha jobban megbentem. Jó, azért fölkapja ez. Jó lett volna egy tolólam, vagy valami ilyesmi. Á, jó lesz, jó volt gyerekek. De egy kicsit gyorsabb, mint vödörrel. Egy halál volt. Hát ez meg... De miért nem megy lejjebb? Ha? Nem tudom.
Szé... Réma. Nagyon el kell találni, hogy épp hogy fel tudsz szedni. Különben már kifele folyik. Ah, itt már kifele folyik. Jó, tele van. Kis belső rézet. Nincs olyan nagy hang itt. Koncentrálok, bocs, hogyha nem beszélek olyan sokat, most egy ilyen koncentrációval. Ú, gyerekek, lejárt az egy óra? Nem, hogy lejárt az egy óra. Tök jó, én bírom, nagyon bírom. Viszont végre most már haladás van egy kicsit, haladás MGT-hez. Szedjük a krumplit ezerre. Próbálom felszedni, ami nem olyan egyszerű. Egy kicsit üzés, kicsit bagos. Nem tudom eléggé leengedni. Ez valami nem jól vettem, csak az a baj, már pénzünk nagyon nincs rá. Egy tolólapot lehet, hogy be kéne szerveznem. Egy tolólappal össze lehetne durrantani ezt az egészet, gyerekek? Mit gondoltak? A következő részben lehet veszek egy tolólapot, aztán akkor azzal megoldódna a probléma. Na jó, van időlek egy kicsit, megpihenünk. Na figyeljetek, srácok, ide kiállok. Jaj, ezt nagyon bírom. Na, köszönöm szépen a figyelő gyerekek. Itten van a Keeper fenn a portkocsin, a krumpliba. Jaj, figyelj, belegázol a krumpliba a csávó, hogy tökik. Tök jó. Az ilyen zökörködés az megy ide. Rich csávó. Térdig gázolunk a krumpliba a burgonyába. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Bocs, hogy itt elpusztom az időt. De úgy látom, hogy alakulunk. Van kombájnunk, van vetőgépünk, gyakorlatilag mindenünk van a tökéletes vetésforgó létrehozására. Műtrályaszórók, úgyhogy ezen a kicsi területen egyelőre nagyon jól fogunk tudni gazdálkodni, és megpróbálunk nagyobb területet szerezni magunknak, amit meg tudunk művelni. Jó lenne itt a mellettünk lévő. Várjátok, hadd nézzem meg, mennyit kell összekaparni ahhoz, hogy a mellettünk lévő bármilyen területet megvegyünk, mert nagyon nem akarnék itt terjeszkedni. A hármas az mennyibe kerül? Várjál, földek, hármas. 19 000, 22 000. 19 000 és 22 000. Annyiba kerülnek, gyerekek. Ez ugye 250-be kerül, de ugye nem vehetjük meg. Egyébként vannak ám itt kis területek, itt például Bern. Itt ugye 10 000-be kerülnek, csak nagyon messze van, nem akarok messze telepedni. Ez egy 8-as. 4-es az már nagyon nagy, ez tök jó. Itt már különben tök nagy. Jó lenne nagyobb terület, csak nem lesz rá pénzünk. Az a baj, gyerekek. Hát az 1-est, meg a 3-ast kellene megvenni. A 3-as ugye az, amelyik ott itt van, ilyen gazba van. Itt van-e. Be van nőve fűve. Az a 3-as. Nem olyan túl nagy, de azért terjeszkednénk valamennyit. És utána itt a izét is, ezt a mellettünk levét, az 1-eset, az 1-es, az is már elég nagy. És itt már azért lehetne normális vetésforgókat csinálni. És beindulhatna a gazdaság, és akkor rendesen termelnénk már a pénzt, nem csak szenvednénk. Tudnánk venni nagyobb gépeket, meg minden. Hát meg nagyobb földeket, ugye. Az indítaná meg leginkább. Na jó, elbúcsúzom, nagyon szépen köszi a figyelmet. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha esetleg tetszett, akkor egy lájkot dobjál. Hogyha valóban bejött ez neked, és szeretnéd, hogy folytatná a Keeper a végtelenségig és tovább. Az ilyen izé volt, nem? Végtelenben is tovább ez a light híres. Lágy híres, Buzz Lágy híres, mondanul. Na jó, na, nem zúzom a tovább az időt. Csá, Sobi!